megmondom őszintén, nem vagyok annyira ebbe az e-sportba otthon, de, de nagyon jól néz ki, nagyon komolyak a cuccok, és a, hát a fiatal stadion, az, ez a Puskás Aréna, ez lenyűgöző. Nekem van egy fiam, 15 éves, ő nagyon nyomja, ő nagyon benne van ebbe. Én megmondom, igazán, hogy nem vagyok nagyon ebbe benne, nem nagyon fifáztam, nem nagyon Playstation-öztem, tehát ezeket én, én valahogy így kimaradt az életemből, de nagyon sokan játszanak, és tényleg a, a mai világ, ez a felgyorsult világ, ez erről szól, és tényleg ezeket nagyon komoly játékok, nagyon bele lehet szokni, és bele lehet őrülni, valahogy nálam ez így kimaradt. Azt, hogy a, a két sport megféle um, egymás mellett szerintem meg, vagy nagyon remélem, hogy azért a hagyományos sportok, a foci, a jégkorongtól kezdve minden az marad így, és, és tényleg emellett lehet ezeket, ezeket a e játékokat játszani. Pont erről beszélgettünk itt az adás előtt, hogy már tényleg elég sok klubban van ilyen szakosztály, és ezzel foglalkoznak. Remélem, hogy nálunk is lesz hamarosan, mármint az Újpestnél. Nem vagyok annyira benne ebbe, tehát tényleg, ahogy te is mondtad, hogy a, hogy a idősebb korosztály talán nincsen annyira benne, meg talán úgymond ellenzi ezt. Ezek a fiataloknak a játéka, ebbe benne vannak, és tényleg így nőnek föl, tehát már olyan telefonok is vannak, hogy amit mondjuk 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy, hogy ilyeneket használjunk. Ilyen világot élünk, fel, világ, ennek van jövője. Én szerintem ez mindenféleképpen belefér, hogy, hogy, a, hogy a két sport így meglegyen egymás mellett.